Üdvözlet mindenkinek, 2023, negyedik hó, harmadika van. Kaptam egy érdekes hozzászólást, amiben arról volt szó, hogy olyan negatív minden videó és az egész hozzáállás, mindig csak negatív képet festek a jövőről, hogy nem is érdemes azt hallgatni már. Most ez elgondolkoztatott egy pillanatra, és ahogy így keresgéltem a hírek között, találtam néhányat, Úgyhogy ezek azok, amiket meg szeretnék osztani. Orbán Viktor a jó reggelt Magyarországban arról beszélt, hogy a harmadik világháború az egy komoly és valós fenyegetés ezúttal. Megnézzük majd ezzel kapcsolatban a napi cikkét is. Majd átugrunk és megvizsgáljuk, hogy ha lesz ilyen harmadik világháború, már még miért lenne, mi is lehet a technológiája ennek, ugyanis a tudósok azok már ezzel is foglalkoznak. Nagy-Britanniában pedig odáig fajult ez a helyzet, hogy tudományos fantasztikum írókat kértek meg arra, próbálják meg előre jelezni, hogy hogy néznek ki egy ilyen világháború. Végül arról írnak az origóban, hogy a földön kívüliek űrhajókat küldenek a földre, illetve rémisztő időjárás következhet a közeljövőben. Ez tehát a mai program itt az infobaba.hu weboldalon az új világrend hírekben, mi, mielőtt neki kezdünk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ne is húzzuk az időt, hanem térjünk rá, nézzük meg, hogy mi az, amit mondott a vezér. Ez nem régen volt egyébként három nappal ezelőtt az M1 híradó című műsorában. Miután a háború a szomszédunkban van, ezért a magyar emberekre nézve a háború aggasztó és veszélyes. Tehát veszélyben van a biztonságunk. És miután a események azok a konfliktus kiterjedésének az irányába mutatnak, ezért ez a veszély, ez folyamatosan nő. Na most akkor én nem tehetek arról, hogy ez az, ami történik a világban. Mi, mi az, amit mondhatnék? Én azt próbálom megosztani mindenkivel ezen a csatornán, hogy mi történik a világban, és ez mit jelent valójában. Ez az egész funkciója az infobabának, mind a YouTube-on, de mindenhol. Mindig is ez volt. Én igyekszem lefordítani az eseményeket a bibliai írások tükrében, hogy mindenki megérthesse, hogy miért történnek valójában ezek a dolgok. Az, hogy ez ijesztő sokak számára, én azt abszolút megértem, és nem is hibáztatok senkit. Volt időszak, amikor én is úgy gondoltam, hogy ez kétségbejtő, ami történik a világban. Mostanra azonban megértettem, hogy az atya kézben tartja az eseményeket, és nekem nincs miért aggódnom, hogyha csinálom azt, ami helyes, az ő szemében akkor nem lesz probléma még ha itt lesz, és a következő elvonásban már nem. De ezzel együtt kell élni, ez a valóság, és ezzel jobb, ha szembenéz mindenki. Félni, meg rettegni fölösleges. Ha az ember tudja az igazságot, akkor ahogyan azt olvashatjuk a Bibliában, az igazság az szabadokká tesz benneteket, és erre gondolt a megváltó, amikor ezt mondta. Íme itt van ez az idézet, valószínűleg mindenki hallotta ezt már is. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ez az igazság, amiről beszél, ez nem az az igazság, amire a többség gondol, ez a tényekkel megegyező igazság, vagyis maga a valóság a hazugságnak az ellentéte. A valóság az, amiről beszél. Mindenkinek lehetősége van megismerni a valóságot, hogy mi miért történik a világban, hogy működik a világ, és azután már nem kell félnie, és a szabaddá teszi mindenkinek az elmét, hisz utána döntéseket tud hozni, úgy, hogy ismeri a valóságot, ha ez nincs meg, akkor sajnálatos, de nem fog sikerülni helyes döntést hozni. Ez az egyik alapszabálya az életnek egyébként. Úgyhogy amiről ő beszél, az csak a tény. A tény az, hogy a szomszédban dúl egy háború, olyan, amilyen, ki tudja, hogy milyen. Ez egyértelmű, hogy veszélyezteti az országot. Most emellett még van infláció, üzemanyag hiány, mindenféle hiányok. Gazdasági világválságnak benne vagyunk a kezdetén. Omlanak össze a bankok. Mi, miről beszéljek? Én elmondtam már ezerszer, hogy fölösleges izgulni, meg félni. Ha valaki hisz, járja az utat, csinálja azt, ami helyes a teremtőnk előtt. Teljesen mindegy, hogy az ellenség mit csinál. Hogyha nem, akkor meg megint csak teljesen mindegy, de akkor meg fölösleges izgulni. És a fegyveres harc mérete is nő.